Szeretettel köszöntöm a Nexus TV kedves nézőit, és köszöntöm Bíró Évát is Németországból. Szia, Éva! Szia, köszöntök mindenkit szeretettel! Ma ismét Zoom-boom Németországból, méghozzá egy nagyon érdekes témát hozott az Éva, vagy hoztunk, ez pedig a kockázatok és mellékhatások a VAERS számok tükrében. Na most itt a kedves nézők kedvéért egy kicsit előről induljunk el, hogy mi is ez a VAERS lista tulajdonképpen, hogyan működik, minek a lejelentésére szolgál, és akkor majd ebből kifejtjük ezt, amit végül is ma szeretnénk megtárgyalni. Tehát mi is ez a VAERS lista? A VAERS lista, ez Amerikában, tehát az USA-ban egy adatbank, és így gyűjték többek között az oltási mellékhatásokat is, nem csak a COVID oltások mellékhatásait, hanem más oltások mellékhatásait is, és a beoltott emberek ide jelenthetik be, hogyha valamilyen tünetük van. És hát ezek a számok, ezek nyilvánosak, és ezeket a számokat aztán vannak olyan statisztikusok, akik arra használják föl, hogy ebből valamilyen végkövetkeztetéseket levonjanak, és összefüggéseket lássanak meg az oltóanyagoknak a különböző sorozatai, illetve a mellékhatások függvényében. Statisztika szerint akkor is a többi elmúlt 20 évben többi oltáshoz képest együttvéve már akkor jóval több a kocká, vagy a mellékhatás, lejelentett mellékhatás. Igen, összehasonlították be az influenza elleni oltóanyagoknak a mellékhatásaival, és a sokszorosa. Tehát a COVID elleni oltás a sokszorosa mellékhatást okozza, mint az influenza elleni oltások. És hát más, tehát a betegségeket is összehasonlították, a különböző a neurológiai, a szívizom, gyulladásos betegségeket, tehát még itt külön alkategóriák is voltak, hogy mit mivel hasonlítottak össze, és egyértelműen szinte az összes betegségnél ezek a COVID oltóanyagok lényegesen magasabb károkat, tehát több embernél okoznak károkat, mint az egyéb oltóanyagok. És itt meg kellett állapítanom, hogy vannak olyan országok, akik abszolút nem jelentik tovább a mellékhatásokat, és Magyarország is ezek közé az országok közé tartozik. Tehát ez azt jelenti, hogy a Magyarországon bejelentett mellékhatások abszolút nem is kerülnek be az Európai Adatbankba.